A szombathelyi tetováló fesztiválon egy budapesti művészhölggyel beszélgetek, és szeretném kérdezni, hogy mint tetoválás, olyan mint művészet, mikor találta meg, vagy mióta dolgozik ebben? Én most 2 éve dolgozom ebben. Üzletben, előtte Balatonparton dolgoztam, de igazából így ezt a szakmai tapasztalatot ott úgy annyira nem tudtam szerezni, ezért így inkább Budapestre akartam jönni, így a mély vízbe, és sikerült is. Tehát ami lehetőségek voltak, azt szerencsére ki tudtam használni, úgyhogy ezért lehetek szerintem most is így. És olyan, mint tetoválás, az művészet, vagy pedig inkább egy életforma? Nem, ez tetoválás, nem szoktam ezt így művészetnek hívni, mert embere válogatja. Ez tetoválás, szerintem. De és persze ezzel is ki lehet váltani mindenféle érzelmet, de szerintem én nem szoktam ezt így művészetnek hívni. És mi az, ami embert és embert megkülönböztet? Tetoválás, vagy pedig maga az, hogy mi az, amit magára varrat? Mi viselkedés különbözteti meg embert embertől, nem a tetoválás, szerintem. Az csak így egy kis darab, kis részlet. De nagy átlagban, hogyha például egy olyan ember, aki életében nem látott tetoválást, nem azt, hogy nem látott, nem is hallott róla, vagy teszem föl, nem nagyon szereti, akkor ő neki mi lehet a megítélése? Ő sok rossz tapasztalat. Például olyan emberekkel találkozik, akin van tetoválás, és úgy viselkedik, ahogy normális ember nem viselkedik. Tehát az egy rossz tapasztalat. És én ezt ennyivel magyaráznám. És vannak például motorosok, legalábbis ismerett több motorost is, akinek például tele van varva különféle ilyen halálfejes tetoválástól elkezdve a mindenféle szörnyűségig, és mégis belülről egy csupaszív normális ember. Igen. És maga a viselkedés is teljesen normális. És ezt hogy lehet a kettőt így összeegyeztetni? Mi az, ami esetleg őt motiválja? Igen. A viselkedésre? Persze valamennyit elárul az emberről az, hogy mit tetováltat magára, de nem feltétlen arról lehet megítélni, szerintem. Tehát én most egy gését csinálok, szerintem a vendégemnek, a szintunak így nagyon nincs sok köze a gésákhoz, de mégis tetszik, női és szép, és ezért csináljuk meg. Mutatós. És egy ilyen tetovás, ez mennyire alatt van kész körülbelül? Mennyi idő? Hát ez volt egy alkalom, ez 2 alkalom, és lesz még egy harmadik. Ha lehet, hogy negyedik is. És mennyi idő alatt lehet ezt befejezni? Mennyi idő lehet ezt újra elkezdeni? Hát általában egy ilyen 3 hét, amit itt szoktunk várni vele, de hogyha több, az csak jó. Tehát van, akinél egy hónapot is kell várni, de ezt emberre válogatja. Más politikus, más kezelést is igényel. És mennyire fájdalmas egy ilyen? Azt nem tudom, kell kérdezni, nekem nem nagyon. Melyik fáj jobban, a maga a konturozás vagy a satírozás? Ezt már kérdezték tőlem, mikor melyiket csinálják. Amikor melyik aktuális, akkor az fáj, ha satírozok, akkor az fáj. Tehát nincs különbség kettő között. És téged mi motivált erre? Nem tudom, én alapjáraton szeretem a tetoválásokat, tehát nekem se ez az első már. Meg a Szidnek a munkájával meg is vagyok elégedve, úgyhogy még van terv, tehát biztos, hogy nem ez lesz az utolsó, mert van az a mondás, hogy aki egyszer ezt elkezdi, sose hagyja abba, ez szerintem nagyon igaz. Köszönöm szépen!